Székesfehérvár megyei jogú város közgyűlése döntése alapján 2018. október 16-án kezdte meg munkáját a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság. A Városháza dísztermében megrendezett záró konferencián és könyvbemutatón az elmúlt 5 év munkáját foglalták össze az előadók. Vizi László Tamás, az Emlékbizottság elnöke megnyitó gondolataiban megidézte az 5 évvel ezelőtt kitűzött céljaikat, amelyek mentén a párizsi döntések, az ehhez kapcsolódó hazai és nemzetközi folyamatok vizsgálata mellett kiemelt szempont volt, hogy a történések helyi vonatkozásait is megismertessék. Hogyan élte meg a város és a megye ezt az időszakot? Egyrészt Aponyi Albertnek a politikai pályafutása az nem 1920-ban kezdődött, hanem jóval korábban, már a dualizmus időszakában pártpolitikusként, országgyűlési képviselőként, miniszterként beírta a nevét, azt gondolom, a magyar történelembe. Ez a mai konferencia egy emlékkonferencia, hiszen a mai nap van Aponyi Albert halálának pont a 90. évfordulója, és egyben persze hozzáteszem, hogy a Székesfehérvár közgyűlése által még 2019 őszén létre az a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság utolsó tudományos rendezvénye. A konferencia záró előadásaiban ezúttal Aponyi Albert gróf munkásságát vették górcső alá a dualizmus kezdetétől az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetőjeként mondott beszédének felidézéséig. Cserpakovics András polgármester, a Nemzet Történelmi Fővárosának jelenkori vezetője köszönetet mondott az Emlékbizottság tagjainak, hogy helyi vonatkozásaiban is feldolgozták a konferenciákon a történéseket, és ezt megerősítették az Összeomlás Terror Trianon című könyvvel, amely a konferenciák előadásainak törzsanyagát foglalja össze. A Nemzet Történelmi Fővárosának mindig volt és mindig lesz feladata minden magyar ember iránt, függetlenül, hogy hol él a világban. És ez az is hozzátartozott, hogy Trianon tekintetében is szakmai hátteret megalapozva emlékezzen és emlékeztessen. Erről szólt akkor egy emlékbizottság, amelyik meghatározta a programokat, rendezvényeket, vagy éppen a tudományos munkát, vagy ennek a szellemi munkának az eredményeképpen éppen ezt a kötetet, amelyik azt hiszem, hogy nagyon izgalmasan dolgozza föl azt a viharos néhány évet és annak minden következményét, amiknek máig ható következménye van. A tanulmánykötetből, amely az elmúlt 5 év 27 előadását tartalmazza, a történelem iránt érdeklődők elemző ugyanakkor tárgyilagos képet, olyan korrajzot kaphatnak, amely hitelesen foglalja össze a kor legfontosabb történéseit.